figyelemmel követhettük az Aranyszamár Bábszínház előadásának előkészületeit. A társulatot nem először köszönthettük a Városi Könyvtárban, legutóbb a Farkas Barkas és Róka Koma című történetet adták elő. A báb előadást ezúttal is nagy siker, teltházas érdeklődés kísérte. Érsek Csanádi Gyöngyi bábművész, a társulat igazgatója foglalja össze, mi minden adhatja egy bábszínházi előadás varázsát. Elsősorban azt szokták mondani, hogy képzőművészeti alkotás a bábszínház, de ugyanúgy megtalálható benne, különösen most már a modernebb bábszínházaknál a mozgás, az élőszínházi játék, a pantomim, és a bábjátéknak a különböző fajtái. És valahogy a szöveg, a látvány és a zene, hát azt ki ne felejtsük, a zenének az egysége, együttes egysége adja azt a hatást, ami azt gondolom, hogy a bábszínház. Ha jól emlékszem, szerintem mi már körülbelül 8. éve vagyunk itt Dunaharasztiban. Mindig nagyon-nagyon jó érzés amúgy ide visszajönni, mert hiába egy piciny tér, ugye ez, mégis annyira bensőséges, és annyira intim, és annyira kedves, részben a fogadtatás, részben az a fajta közvetlenség, ami a nézők és köztünk, a játszók között kialakul azáltal, hogy egy ilyen piciny térben vagyunk, hogy ez gyakorlatilag pótolhatatlan, és alapvetően a színházunk az inkább színháztermekbe, óvodákba, iskolákba, művelődési központokba játszik, úgyhogy ez mindig egy ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen jutalomjáték, hogy itt lehetünk. Arról nem beszélve, hogy egy könyvtárról beszélünk, ugye, és hát azért minden előadásnak az alapja egy mese, egy könyv, ami itt fellelhető. A társulat mikor alakult, és hány tagja van? Hát én ezt ki sem merem mondani, hogy hány éve működünk. Annyit mondok csak, hogy több mint 20 éve. És alapító tagok voltak 3. Most jelenleg egy 10 éve Baranyai Anita kolléganőmmel visszük mi a vállunkon a szamarat és a szamár kordélyt. Nagyon sok vendégművésszel dolgozunk, körülbelül a 2000-es évek elején kezdtünk el úgy működni, hogy gyakorlatilag minden funkcióra kerestünk embert, tehát volt az előadás, vagy lett az előadásoknak rendezője, írója, dramaturgia, zeneszerzője, bábkészítője, díszletkivitelezője, stb. És hát azt gondolom, hogy így a 2000-es évek elején álltunk be abba a rendszerbe, hogy mondhatnunk így, hogy a profi bábszínházak körébe kerültünk így ezáltal, hogy már sokkal, sokkal professzionálisabbak lettek az előadásaink, mint annak idején, amikor kezdtük. Mert az azért elég rég volt, és egy csöpnyi kis faluból indultunk. A Zselici dombság szívéből, Szatináról, és hát ott tényleg egy, szinte, hogy azt mondhatnók, hogy egy istálóban próbáltunk, ott kezdtük, és hát nagyon-nagyon kis nomád körülmények között készítettük el az előadásainkat, de azt gondolom, hogy a lelke az benne volt a történetnek. Most meg már azt gondolom, hogy a professzionális tudás is benne van így az évek alatt. Szélesebb körben mit mondhatunk el a bábszínház történetéről? Milyen tendencia figyelhető, meg elmondhatjuk-e, hogy most reneszánszát éli a bábszínház? Igen, én azt gondolom, hogy most, minthogyha tényleg több színházi műfaj nyúlna a bábszínház lehetőségeihez, vagy eszközeihez. Megfigyelhető, hogy ugye a 70-es évek környékén, vagy inkább a 80-as évek elején történt egy nagy ugrás, amikor kimerészkedtek
a bábszínészek, a takarás, a paraván mögül, és kezdetét vette egy olyan folyamat, hogy különböző színházi formákat és stílusokat rejtettek bele, vagy ötvöztek a klasszikus bábszínházi eszközökkel. Tehát most már megfigyelhető, mint ahogy majd ebben az előadásban is, hogy végig szinte jelen vagyunk teljes testtel, és gyakorlatilag minden egyes történet más-más bábstílusban fog megjelenni. Tehát értem ez alatt, hogy ugye ennek az előadásnak az a címe, hogy Farkas, Barkas és Rókakoma, és egy-egy farkas-róka történetet mesél el, és lesz olyan, hogy maszkos játék formájában, lesz olyan, hogy kesztyűsbábos, lesz ilyen fél marionett-szerű, lesz ronybáb, szóval, hogy nagyon-nagyon sokféle formában jelennek majd meg ugyanazok a bábok. Ezáltal is meg tudjuk azt mutatni, hogy mennyire változatos ez a műfaj, és mennyire sok eszközzel bír. És hát természetesen énekelünk, jó, táncolni azért nem táncolunk, de énekelünk, mozgunk és játszunk. Készülhetünk arra, hogy a közeljövőben ismét ellátogatnak Dunaharaszt ide, ide a Városi Könyvtárba? Hát reméljük, hogy változatlan lesz ez a szeretet, amivel minket fogadnak itt. Én azt gondolom, hogy talán a téli ünnepkörökhöz vagy körhöz kapcsolódóan újra jöhetünk egy produkcióval.